Második fejezet. Ciprusi hold. 1248. június 12. Ezen a pünkösdöt követő pénteki napon a király kora reggel fel kell, hogy imádkozzék és részt vegyen a misén. Egyszerűen öltözött fel az 1245-ös Lyoni zsinat előírásainak megfelelően. Páncél inge fölé minden dísz nélküli kék vászoninget húzott, amelynek csupán a vállán van egy vörös kereszt, Isten szolgálatának jeleként. A Szent Dénes Székesegyház felé induló menet élére áll, ahol vár rá Eudes de Chateauroux pápai legátus, hogy átadja neki a tarisznyát és a vándorbotot, a szent helyekre tartó menetelés és az ördög ellen vívott küzdelem szimbólumait. A király megragadja a saját jelvényével ékesített zászlórudat, és ezáltal összekapcsolja a királyság és a szentség világának jelképeit. Ezután Saint-Antoine de Cham királyi apátsághoz indul, körmeletbe rendeződő hatalmas tömeg kíséretében. Ott a szerzetesek imáiba ajánlja magát, majd lóra száll, és megtér Corbeil-be, a palotájába, hogy néhány napot töltsön a királyné és gyermekei társaságában. A kúria épülete előtt tartott rövid szertartás során Blanka anya királynőre ruházza a régenséget. A nagy út előtt Margit sok időt szentel két gyermekének, Izabellának, aki most 6 esztendős, és a 4 éves Lajosnak. Mindeddig leghőbb vágya volt, hogy elkísérhesse a királyt, most viszont már-már meggondolta magát, és amikor erről szólt neki, a király felkiáltott. Szó sem lehet róla, nagy szükségem van önre. Margit halványan elmosolyodott, mert eszébe jutott, milyen természetű szükségletről lehet is szó, a király azonban összevonta a szemöldökét, és hozzátette. Amikor majd hadjáratba kell mennem, ön lesz az egyetlen személy, akiben megbízhatok, nehogy csonkán vagy elferdítve jussanak el hozzám a királyságból érkező hírek. Margitot boldoggá tette a kijelentés, egyben hízelgett is neki. Egyéb iránt pedig a király határozottsága teljességgel meghiúsított minden visszakozást. Így tehát beletörődött, hogy el kell válni a gyermekeitől. Nyugodtan rábízhatta őket nagyanyjuk gondos gyámkodására, mégis kérte Fantinát és férjét Árnót, hogy ne vegyék le róluk a szemüket. Amikor Blanka anyakirálynőtől búcsúzik, megindultan azt mondja, nem gyötrik gondok az indulás miatt, hiszen ő rábízza a legdrágább kincseket, amelyekkel maga és férje egyáltalán rendelkeznek. Anyósa ekkor hirtelen, szót sem ejtve, megragadja a kezét, és egy darabig nem is engedi el. Könnyek fátyolozzák a szemét, és kéri, hogy nagyon vigyázzon a királyra. Számítok önre, hogy megóvja őt minden könnyelműségtől. Nincsenek még tapasztalatai a szaracénokról. Nehogy meggondolatlanul üldözőbe vegye őket, és legyen gyanakó minden tekintetben. A kelet egy hatalmas csapda. Asszonyom, rám számíthat, de ön is jól tudja, mennyire nem hallgat rám a király. Biztos vagyok benne, hogy megszívleli a szavát. Lajos meglepetéssel látja a két nő intim szóváltását, és széles mosollyal juttatja kifejezésre, mennyire elégedett, hogy anyja és hitvese végül, most első ízben, az egyetértés benyomását kelti. Blanka anyakirálynő hosszasan öleli magához 3 fiát, majd tanácsaival halmozza el őket kasztíliai nyelven, és ünnepélyesen kíván minden jót a győzelemhez. Összeszoruló szívvel néz utánuk, amint távolodnak, és halkan suttogja, hogy senki se hallja. Csak élve kerüljön vissza hozzám valamennyi. Június 12-én a király indulásra kész. Utasítására egyszerű ruhát visel minden keresztes, akár csak ő, a lószerszámokról pedig eltávolították a legkisebb arany vagy ezüst díszítményt is. A sereg impozáns. Még távolról sem lehet teljes azonban, mivel sokan vannak, akik útközben csatlakoznak majd hozzájuk. Mintegy 5000 lovagot számolnak össze, valamivel többet a várható létszám felénél. A nemes urak saját fegyverhordozóik és cselédeik kíséretében érkeznek, 10 000 felfegyverzett gyalogossal, 5000 alabárdossal és 7000 lóval. A király végig tekint az urak és a lovagok 1000 színben libegő zászló rengetege alatt összegyűlt tömegen, majd kiadja az utasítást az indulásra.
Margit a kocsiában sírva borul Bakloár Izolda karjába. Kísérőnője vele tart egészen a délvidékig, innen Aix-ba megy tovább, ahol a környék egyik nemes ura vár rá, hogy feleségül vegye. A király utasítása szerint egyedül komornája, Mária Fantina egyik unokanővére kíséri el a királynét keletre. Rossz előérzetem van, Izolda, suttogja Margit. Űzze el ezeket a gondolatokat, asszonyom. Nagyon fog hiányozni, barátném. Nem marad majd magára. Húga Beatrix és sógornője Toulouse Janka csatlakozni fog önhöz, nem de? E szavak nem nyugtatják meg Margitot, sőt, a menet haladását ütemesen kísérő tompa dopergés és a keresztesek éneke csak fokozza aggodalmát. Izolda érzi ezt, és vigaszt nyújtó szavakkal válaszol. Tartogassa az energiáit, hiszen nagyon erősnek kell lennie, amikor majd a király támaszául kell szolgálnia a reáváró csatákban. A király a délvidék felé tartó menetelést zarándoklattá változtatja. A Szent-Szé megálló helyen imádkozik, és gyalog keresi fel a ferencesek összrendi káptalanját. Pármai János testvér, a káptalan főnöke, megígéri a királynak, hogy minden nap 4 misét fognak celebrálni a rend franciaországi kolostoraiban. Tisztelet ide vagy oda, a kapetingek annyira fogékonyak a formasságok iránt, és annyira szeretnek nyomot hagyni maguk után, hogy Lajos az imákra írásos kötelezettségvállalást kér az atyától, aláírva és saját pecsétjével felülütve. A királyság területén végigvonuló menetet mindenütt olyan meleg fogadtatásban részesíti a lakosság, hogy az csak tovább erősíti a király elszántságát, már amennyiben erre egyáltalán szüksége lehet. Láthatja, alattvalóim tudják, és ki is nyilvánítják, hogy helyes utat választottam, amikor felvettem a keresztet, mondotta Margit királynénak, akihez odalépett az egyik pihenőhelyen. Hiszen az ő üdvösségükért is fogok harcolni, nem de vár? A nép lelkesedése a királyság határain túl sem lankad. Tetőpontjára hág, vizelében, azon a titokzatos helyen, ahol egy évszázaddal korábban, az 1146-os esztendőben Szent Bernát hite lángra lobbantotta a második keresztes hadjáratot. Megremeg a Szent Mária Magdolna Bazilika főhajója Krisztus új harcosainak az énekétől, és közülük sokan élik meg a keresztre feszített úr látomását. Mindeközben a kereszt nem felettetheti el a királlyal a jogart. Lyonban felkeresi a pápát, akinek még mindig itt van a rezidenciája, megkapja tőle a feloldozást bűneiért, és ígéretet arra, hogy védelmezni fogja a királyságot az angliai Henrik király esetleges betörései ellen. Margit királyné cseppet sem osztja hitvese lelkesedését, nem szabadul a tompa aggodalomtól, és nyugtalanul várja azt is, hogy viszont láthassa Provence-t. Hogyan is maradhatna észrevétlen számára a lakosok hangulatának változása, akik a menetelők elhaladását kísérik végig a Rón völgyében. Hatalmas erőbenyomását kelti a kék színű, liliomos zászlók alatt vonuló sereg, s a lépéseket ütemező dobok baljoslatú dobbanása, felélesztve az északról lezúduló csapatok komor emlékét, amelyek az eretnekek megbüntetésére jöttek. Mindez a soha ki nem hunyó, szinte zsigeri félelmet táplálja, amelyet a koncot és zsákmány kutató pusztulással és gyilkolással fenyegető úri lovas hadak keltenek. A szegény parasztok tiszteletből és félelemből térdre borulnak, úgy kérik Istent, óvja meg a kereszteseket, de kérik azt is, hogy tartsa távol falvaiktól e felfegyverzett ragadozókat. Az egyik helybéli keselyű, Roger de Clairot uraság arról ismeretes, hogy úthasználati díjat követel valamennyi utazótól, aki csak áthalad földbirtokai, és ha nem fizetnek, lemészárolja őket. Nagy merészen a királytól is követeli a díjat. A király megvetően elutasítja a követelést, mire az uraság foglyokat ejt. Az uralkodó ekkor megostromolja La Roche-de-Glan várát, beveszi, majd parancsot ad lerombolására. Ez a kemény eljárás az igazságszerető király hírnevét gyarapítja, és olyan nimbusszal ruházza fel a délvidéken, amely enyhíteni képes a kapetingek népszerűtlenségét Anjou Károly hatalomra jutása óta. Ó, a délvidék! Margit félelmei úgy olvadnak el, mint napsütésben a hó. Varázslatos érzés keríti hatalmába
a több mint 14 évi távollét után. Avignonnál már érzi Provence illatait, és el sem tudja hinni, hogy soha többé nem lesz otthona ez a föld. A fenyőerdők erős szaga, a tücsök ciripelés, a kakukkfű és az ánis illatözene, a makulátlanul kék égbolt és az enyhe tengeri szél egy csapásra előzi keserűségét. Átengedi magát a rátörő érzések ringatásának, simogatásának, mindez magával ragadja és édes emlékeket idéz fel. Anyja gyümölcsös kertjét, sétákat a Saint-Mémy erdőben, a lovaglásokat, a sólyomvadászatokat, az Entremont dombvidékén tett kirándulásokat Aix közelében, fürdőzést a melegvízű forrásokban, és még sok-sok örömteli dolgot. Sajnálja egy darabig, hogy a menet nyugatabbra halad, az Aix-Mortes behajózási kikötő irányába, így nem érinti Aix-et, és még kevésbé Brignolét vagy Forcalquier-t. Hamarosan pedig inkább örül ennek, mert nem kell viszont látnia a grófi palotát az oda beteleperedt húgával és egy betolakodóval együtt, még ha a betolakodó kétszeresen a sógora is. Eközben Gontrán és Utz alig férnek a bőrükbe, hogy ismét szülőföldjükön lehetnek, és megállás nélkül járják a vidéket, hogy számos helybéli lakost oda vezessenek Margit kocsiához, uraságokat, városlakókat és parasztokat, akik mind le akarják róni előtte tiszteletüket. Egy idő múltán olyan sokan gyűlnek össze, hogy a fogad képtelen tovább mozdulni. Margitnak elakad a lélegzete a felé áradó tömeg láttán, és erős felindulás keríti hatalmába, amikor szinte családiasan üdvözlik az éneklő hangok, mintha még mindig gyermek lenne, és jó kívánságaikkal halmozzák el a boldog emlékezetű Berengár Rajmund gróf nevének említésekor. Vannak, akik nyíltan panaszkodnak Károlyra. Meghallgatja őket, de nem tudja, mit is válaszoljon, amikor arra kérik, járjon közbe az oly jó lelkűnek és együttérzőnek mondott francia királynál, állítsa le az öcsét, ne kövessen el több igazságtalanságot. Ekkor érkezik egy csapat katona fegyverekkel, akiket a király azért küldött, hogy oszlassák fel a tömeget, és tegyék lehetővé Margit kocsija és az egész sereg továbbindulását. Ez véget vet a már-már kihallgatás színezetét öltő jelenetnek. A királynét feldúlják a hallottak, az örökösödési válságot követően visszanyerte ugyan a higgadtságát, de nem vált közömbössé számára a grófság sorsa. Amikor érdek összeütközésre került sor anyja és Anzsú Károly között, Margit figyelemmel kísérte a tárgyalásokat, amelyeket Szúzai Hendrik vezetett a grófné nevében. Eleinte azt hitte, hogy anyja hozzájárult Anzsú Károly trónra emeléséhez. Később viszont nagy örömmel vette tudomásul, hogy éppen az ellenkezője történt, és csak abbéli félelmébet engedett, hogy zűrzavar lesz úrrá az országon. Végső soron kedvére való volt, hogy kompromisszummal végződött az ügy, most azonban végighallgatta a panasz áradatot, és az a meggyőződése alakult ki, hogy gyalázatosan elárulták atya emlékét. Oly mértékben lesújtja a helyzet, hogy feltárja gondolatait Izolda, sőt Gontrán előtt is. Ne gyötrődjék emiatt, ami elmúlt, elmúlt, és ön különben sem tudna tenni semmit. Tanácsolja bizalmasa. A fegyverhordozó mindeddig igen tartózkodónak mutatkozott kényes családi ügyekben, mivel születésénél fogva nem nyilváníthatott véleményt. Most azonban habozás nélkül így szól. Ön kétségtelenül helyesen ítél, de Izolda úrhölgynek igaza van. Vannak olyan dolgok e világon, amelyekre bizonyos személyeknek semmiféle hatásuk sem lehet. Bizonyos személyek? Mégpedig a jobbágyok, a fattyak és a nők. A Rón torkolat vidékének kiterjedt vizeit egy út szeli ketté, ennek a végén emelkednek az Aix-Mortes kikötőt védő bástyák, amelyeket a király emeltetett néhány évvel korábban itt, a tengerparton, Becoire, illetve Carcassonne saját fennhatósága alá vont országbírói uradalmának szomszédságában. Megbízható átvonulási területet akart a hadba vonuláshoz kelet felé. A falakat árokfolyosók és tornyok kötik össze, a helyi őrség a legmagasabb toronyban, a Konstanzban kapott helyet. A király megáll egy pillanatra, hogy szemügyre vegye az építményt, mielőtt belép a torony kapuján. Ez itt kelet kapuja! Kiált fel lelkesen. Halkan hozzáteszi hű embereinek. Sőt, a földközi tengeré is. Szívesen látjuk a genovaiakat és a pízaiakat,
a kereskedelem érdekében, viszont jobban ki kell építeni a kikötőt, és meg kell nagyobbítani. A védelmi rendszert is meg kell erősíteni, mert nem csak barátaink vannak a környéken. Margit valamennyiüknél jobban tudja, mennyi ellensége van a királynak a délvidéken. A pszalmódi apátság szerzetesei elhalmozták ugyan szőlővel, fügével, lepénnyel és cedrát gyümölcsbe főttel, még sincsenek illúziói, hogy miféle érzelmeket is táplálnak a provanszi lakosok általában a francia népség, különösen pedig a kapetingek, a pápa cimborái iránt. Kétségtelen, hogy a királyt nem fenyegeti veszedelem a kereszt és a számottevő hadserege védelmében, amit viszont az út során beszéltek el a helybéliek, az eléggé rávilágított a Károly viselkedése miatt egyre növekvő ellenséges érzületre. Ezért Margit beszámol mindenről a királynak. Lajos végighallgatja, majd megvonja a vállát. Jól ismerem az embereket, akikre Károly a kormányrudat bízta. Mind megbízhatóak, szívósak és hozzáértők. Lázadás esetén tudni fogják, mi a dolguk. Saját csapataikon kívül anyámra is számíthatnak majd, aki el fogja küldeni a szükséges erősítést. Ön úgy beszél, jó uram, mint a ellenséges ország legyőzéséről lenne szó. Ellenség lesz, amint a hatalom ellen lázad. Higgyen nekem, asszonyom, jó kezekben van apja ura grófsága. Végső soron pedig, nekem köszönhetően, ön sem került birtokon kívül. Margit arca határozott rosszallást fejez ki, a király azonban észesen veszi, mert már is sarkon fordul, hogy főnemesei közé vegyüljön. Néhány pillanattal később azonban visszatér. Károly testvérem és az ön húga, Beatrix, bármelyik pillanatban megérkezhet. Édesanyja, Savoyai Beatrix grófné is jön, hogy elbúcsúzhassanak. Biztos vagyok benne, hogy ön, akinek jól ismerem nagy lelkűségét és a Szent Kereszt iránti odaadását, ebben a helyzetben ugyanolyan testvéri szeretettel fogadja majd Károlyt és a húgát, akárcsak jó magam. Félre ismer talán, jó uram, felesleges volt emlékeztetnie, válaszolja Margit mély felháborodással. A királyt meglepi ez a beszéd. Bocsássa meg kissé nyomatékos beszédemet, asszonyom. Jól tudja, mennyi gondom van e pillanatban, mondja és távozik. Margit nagyon örül, hogy viszont láthatja anyját, hiszen már évek óta nem találkoztak, és soha nem állt szándékában, hogy kimutassa rosszallását húga és sógora iránt. A fogadtatás pillanatában zavarba hozza Beatrix kedvessége. Elérzékenyül, szinte könnyekig meghatja a találkozás, de alaposan lehűti Károly jeges pillantása. Néhány kedves szót suttog húga fülébe, majd kiegyenesíti derekát, és magabiztos uralkodóként válaszol a gróf üdvözlésére. Nyilvánvaló, hogy nem jött még el az őszinte kibékülés pillanata. Beatrix grófné érkezése semmiben sem járul hozzá a kapcsolat felmelegítéséhez, és ezt Károly sem próbálja elősegíteni. Hideg udvariassággal üdvözli anyósát, majd rögtön távozik, valami katonai jellegű megbeszélésre hivatkozva, és magára hagyja a viszontlátásnak örvendő három asszonyt. A közeli elválás és a rájuk váró bizonytalanság összeszorítja a grófné és leányai szívét a vártorony kis szobájában, ahol nem érzik otthonosan magukat. A mosolyok és könnyek közepette nincs helye sértettségnek és szemreányásnak. Gondolataik Anglia felé szállnak, amely Eleonora kristályba metszett tücskének a dicsfény, Sanchia aranyrovarkájának viszont a száműzetés földje. Három napon keresztül beszélgetnek szinte mindenről. A grófné nem tulajdonít fontosságot annak, hogy leányai titkolóznak. Semmi szüksége bizalmas vallomásokra, enélkül is átlátja érzelmeiket. Sem a távolság, sem az idő nem volt képes elvágni közöttük a képzeletbeli és a valóságos köldökzsinort. Jó anyaként gondoskodni igyekszik kényelmükről, ezért hozott magával öt beginát, olyan bűnbánatot gyakorló nőket, akik szívesen vállalnak minden áldozatot kegyes cselekedetek érdekében. A király nem hajlandó női személyzetet magával vinni, de bizonyára nem fogja elutasítani a szolgálatotokra álló beginákat. Aix-ből és Hieres-ből érkeznek majd, legalább lesz kivel beszélgetnetek a hazátokról. A negyedik nap reggelén a grófné elbúcsúzik leányaitól, és bejelenti, hogy Angliába indul. Elmegyek a testvéreitekhez, hogy szorosabbra vonjam a családi szálakat, amelyeknek ápolását
A pátok mindennél fontosabbnak tartotta. Legalább ezen a területen nem lesz része árulásban. Majd hozzáteszi Beatrixhoz intézve szavait. Ne aggódj a fiad miatt, akit itt kell hagynod. Nagyon vigyázok rá. Lajos király jámborsága ellenére sem feledkezik meg soha arról, hogy a hatalom embere és hadvezér. Amikor maga köré gyűjti legfőbb vazallusait és közli velük a hadjárat, stratégiai céljait, a katona beszél belőle, csak hogy egy olyan katona, aki túlságosan siet a csatába, ezért nem lehet jó stratéga. Mindazonáltal tudatában van annak, hogy milyen nehézségekkel járhat a partra szállás Szíriában vagy Palesztinában. Majd 10 éve annak, hogy Tibeut de Champagne gróf hadjárata elakadt a homokban Judea fenségján anélkül, hogy eljutott volna a hitetlenek ellenállási gócpontjába, Egyiptomba. 4 évvel korábban pedig Al-Salil Ayyub egyiptomi szultán mért óriási vereséget a keresztényekre Gázánál. A szultánt kell legyőznünk, hangoztatja a király. Az Egyiptom feletti uralom és az ottani gazdag raktárak birtokában komoly biztosítékot szolgáltat majd számunkra ahhoz, hogy tárgyalásokat kezdhessünk a Jeruzsálemi Királyság visszaadásáról. Az egyik főnemes megjegyzésére, hogy 1219-ben Brienne János király próbálkozása Egyiptom meghódítására bukással járt, a király így vág vissza. Sikerült volna a vállalkozás, a Pelagius pápai követ nem követel súlyos hibát a Kairó elleni esztelen támadással. Semmi sem károsabb, mint az elhamarkodottság és az engedetlenség. Én vasfegyelmet követelek. Azt se feledjük, hogy óriási erőkkel rendelkezünk, 25 000 emberünk van. Az a szándék a felség, hogy egyenesen Egyiptomba indul? Kérdezi egy idős lovag, aki jól ismeri Keletet. Úgy gondolom, jó lenne legelőször is bevenni Damiettát. Ayyub szultán csapatai rendkívül harcedzettek, létszámuk pedig számottevő, felség. Csak a lehető legkedvezőbb körülmények között támadhatjuk meg őket. Márpedig elég rendezetlen egységekkel indulunk neki az útnak. Tanácsos lenne megállni Cipruson, hogy összerendezzük az erőinket. A királynak cseppet sincs ínyére, hogy késedelmet szenvedjen az egyiptomi partra szállás. Damiettában létrehozhatunk egy erős támaszpontot, és ott bevárhatjuk csapataink később érkező részeit. Ugyanoda eljuthatna hozzánk az utánpótlás is, mielőtt megindulunk Kairó ellen. Nem lesz könnyű dolga, uram. Sok tényező van, amelyekkel nem lehet előre számolni. Az erősítés megérkezését akadályozó tengeri vihar, népi ellenállás, a Nílus áradása, lázas betegségek, és ki tudja még mi. A legtöbb főnemes csatlakozik az elhangzott véleményhez, még Anjou Károly is. Csak Artoise Robert és néhány lovag híve az azonnali partra szállásnak és a támadásnak, hogy hasznot lehessen húzni a meglepetés erejéből. Miféle meglepetés, uraim? Kiált fel az idős lovag. Úgy gondolják, hogy a szaracénok nem tudnak keresztes hadjáratunkról? Az elhangzott számos felhívás és az itteni gyülekezésünk ellenére? Mindenütt vannak kémeik, és akkor még nem beszéltem a genovaiakról, a pízaiakról és a velenceiekről. Mind annyi szószát jár népség, akik folyamatosan kereskednek a szaracénokkal. A király gondolkodik egy kis ideig, mielőtt meghozna a döntését. Útközben megállunk Cipruson arra a rövid időre, amíg rendezzük csapatainkat. Jelenti ki végül. Ezután nyomban kiadja az utasítást, hogy rakódják be a hatalmas szállítóhajókra az élelmiszert, a boros hordókat és a hadifelszerelést, és hajózzák be a kompokra a 8000 lovat. A kompok lenyithatóak a farrésznél, külön erre a célra készültek. A rakomány között a főnemesek meglepetéssel látnak olyan eszközöket, mint ekék és boronák. Amikor kérdéssel fordulnak a királyhoz, azt válaszolja, hogy tartósan akar berendezkedni Egyiptom földjén. Ez a legjobb módja, hogy biztosítsuk állandó jelenlétünket Keleten, állítja olyan határozott hangon, hogy senki sem mer ellent mondani neki. A király az út előtt még módosítást hajt végre a hajókápolna elrendezésén, majd augusztus 24-én kiadja az utasítást, hogy mindenki készüljön fel a másnapi indulásra. A 38 hajóból álló hatalmas flottában a legkülönfélébb úszó alkalmatosságok vannak. A több száz embert is szállító nagy hajók mellett evezős harci gályák, valamint kisebb méretű 10, 12 vagy 15 ló szállítására alkalmas deregjék is. Ezek arra valók,
hogy kiépítetlen tengerparti szakaszokon is ki tudják hajózni a szállítmányt. 1248. augusztus 25-én hajnalban száll fel a király és a kísérete a Mondjoie nevű hajóra. Velük tart a közvetlen kísérletüket alkotó 8 főúr. Izolda az utolsó pillanatig asszonyával maradt, és most, hogy elbúcsúztak egymástól, Margit hirtelen nagyon egyedül érzi magát. Sajnálkozik, hogy Beatrix nem utazhat ugyanazon a hajón, mint ő, a király testvéröccsei ugyanis más-más hajóra szálltak, az egyik a Damozárre, a másik a Rénire. Hamarosan ismét találkozunk, egészen biztos vagyok benne, kiáltja Izolda könnyárban úszó arccal. A Mondjoie-nak kerek formája és erőteljes teste van, hosszúsága mintegy 30 méter, és irányítását két súlyos kormánylapát biztosítja. Három hajóhídja fölé két különböző méretű árbóc magasodik, a fő és a tatárbóc, rajtuk két-két háromszögletű vitorla feszül. A főárbóc meghaladja a 20 méter magasságot, a hajó rakodó képessége 450-500 tonnányi. Az első fedél közben kap helyet a legénység, a fegyveresek és a lovak. A második fedél köz nyitott, elő és farbástyáján fedett helyiségeket építettek ki. A harmadikon helyezkedik el a tengerészek által, csak paradicsomnak nevezett, több kabinból álló zárt tér, majd e fölött egészen a magasban trónol a vár, vagyis a király és a királyné hálószobája. A legfelső hajóhídon összegyűlnek a papok, a királyi misét celebráló atyák, és eléneklik a Veni Creator Spiritust. Ezután felhangzik, és hajóról hajóra száll a parancs, vitorlát felvonni! Margitnak összeszorul a szíve, amint a hajó eltávolodik a parttól. A király felé fordul, aki ott áll mellette. Szótlanul tekintenek egymásra, mint ha így akarnák a másik tudomására hozni, mekkora elszántságra van szükségük, hogy nekivágjanak a nem mindennapi kalannak. A király észreveszi, hogy Lajosnak mozog az ajka. Minden bizonnyal imádságot mormol, ugyanakkor mosolya különös boldogságról tanúskodik. Maga is osztja ezt a kimondatlan érzést, amelyet felfokoz az öböl felől érkező szél, a szabadság szele. Ó igen, most adatik meg első alkalommal, hogy kiszabadulhatnak Blanka anyakirálynő kemény szorításából. A király lemegy a várból és csatlakozik kíséretéhez. Margit még hosszasan elidőzik a farbástyán, és onnan nézi, mint távolodik tőle az augusztusi napsütésben ragyogó provanci part. Beljebb a szárazföld fölött a hőségtől vibrál a légréteg, amelyen át kirajzolódnak a hegyvidék körvonalai. Margit arrafelé sejti Forkalkijét és Szánmémet, és görcsösen szorongatja a tücsök formájú kis ékszert, amelyet atya bízott rá. Beatrix is a tücskét szorítja tenyerébe a René nevű hajón. Szinte érzi, amint melegség hatul az apró társtól a szívéhez, majd fájdalommal tölti el. Fáj elhagyni szülőföldjét, és bizonytalan kimenetelő útra indul. Félti Aix-ben hagyott zsengekorú kisfiát, de legjobban a magánya nyomasztja. Margitnak legalább abban szerencséje van, hogy szeretik, míg ő. Pillantása megpihen férjen Károlyon, aki kedves lovaktársaival jár fel alá a hajó fedélzetén. Kardjuk kiválóságáról társalognak nagy hívvel. Beatrix közben Szentmémre gondol, Gosé felé szállnak a gondolatai, aki minden rosszat eltűrt tőle. Sajnálja, hogy valaha gyötörte, de azt is, hogy ma már nem teheti meg. Visszaszállnak gondolatai a csíkos ruhát viselő boszorkányhoz, Marcához is, akinek fűszeres illata elemi erővel idézte az érzékek mámorát, mindazt, amiben neki semmi része nincs. Heves nosztalgia tör rá, de nem ejt könnyet. Amint elnézi a látóhatárnál kötfátyolba burkolózó tengert, ellenállhatatlan optimizmus keríti hatalmába, és álmodozni kezd valami megnevezhetetlen boldogságról. A hajóút véget nem érőnek tűnik a keresztesek számára, akik nem szoktak hozzá a tengerhez és szeszélyeihez. Röviddel az indulás után háborogni kezd a megbízhatatlan földközi tenger, és szinte mindenkit lever lábáról a tengeri betegség. A királyon és a királynén nem fog a baj, bár nekik is ez az első hajóútjuk. Beatrix éppen ellenkezőleg mindent kiadott magából, amit csak tudott.
Károly rosszalló pillantásaitól kísérve, míg Artoise Robert úgy gúnyolta, hogy feltűnően befogta az orrát. Amikor az egyik reggelen földet jelez a tengeri őrszem, a hajókról hatalmas üdvrivalgást tör a magasba. Utz neki gyűrkőzik, hogy rögtönzött himmusszal üdvözölje a szárazföldet. Az örömbe azonban hamarosan aggodalom vegyül, amikor elterjed a hír, hogy ez már Berberia, a szaracénok földje. Egyedül a király őrzi meg a nyugalmát, aki a hajó orrán áll, és mereven előre tekint. Csak nem képzelitek, hogy az úr különös kegyének következtében összehúzódott a tenger, hogy ilyen gyorsan eljussunk a hidetlenek földjére? Jegyzi meg ironikusan. Szicília! Szicília! Kiáltozzák a genoai tengerészek. A király megragadja az alkalmat arra, hogy emlékeztessen az utazás céljaira, és körmenetet rendel el. Valamennyien részt vesznek rajta főnemesek, lovagok, fegyverhordozók és tengerészek, nagy buzgalommal énekelnek és imádkoznak, követve Eudes de Chateauroux legátus, a püspökök, valamint a király és a királyné példáját. Akár meghallgatta Isten a fohászukat, akár nem, az út a továbbiakban csendes vizeken folytatódik. Szeptember 17-én a hajóhad megérkezik végre Ciprus déli partjához, és kikötnek Limassol kikötőjében. Állítólag Jafet, Noé fia lakta valaha a szigetet, most pedig görögök, örmények és szíriaiak népesítik be. Híres termékenységéről és gazdagságáról földrajzilag egy olyan kör középpontjában helyezkedik el, amelynek mentén Egyiptom, Szíria, Örményország, Törökország és Görögország fő kikötői helyezkednek el. Egy időben a bizánci birodalomhoz tartozott, onnan érkeztek a főrangú családok és a szerzetesrendek, hogy letelepedjenek itt, és kiépítsék birtokaikat. Ezután a sziget oroszlán szívű Richard, később a templomosok rendje, majd a Lusignan család kezére került. A frank urak feudális típusú királyságot hoztak létre. Polgárháború tört ki, amelynek végén az ifjú Henrik királyé lett a hatalom. A királyt Ince pápa pártfogója, és fel is oldotta a császár iránti vazallusi kötelezettségei alól. A genuai, pízai és valencei kereskedők számára Ciprus mint egy kötelező megállóhelyé vált az Alexandria felé vezető úton. Így át Lajos király és vitézei békés keresztények földjén szállnak partra. Lusignan Henrik meleg baráti fogadtatásban részesíti az érkezőket, akik szinte francia földön érzik magukat. Henrik tüstént hölgyeket rendel ki udvarából a királyné és húga kíséretére. Ezek az asszonyok mind jókedélyűek, és szaporán ontják magukból a szót. A nyelvük közelebb áll a Provence-szálhoz, mint az észak-franciaországihoz, éneklő hangsúllyal beszélnek, és pergetik az R hangot. Azt hinné az ember, otthon vagyunk, súgja Margit a húga fülébe. Ezek a hölgyek ugyanannyit fecsegnek, mint a mi begináink. Aztán nézd csak, a dombokat szőlők, olajfák, fügefák és ciprusok borítják. Legbelsőbb, szinte kegyeletsértő gondolatát magának sem meri bevallani. A kereszt szigorú árnyéka nélkül Ciprus a szerelem paradicsomává válhatna Lajos és az ő számára. Véletlenül meghallotta, amint egy genoai tengerész arról beszélt, hogy a ciprusiak rendkívül kívágyók. Egy legenda szerint, ha meghintik a férfi vagy a nő ágyát a Paphoszi Vénusz ókori templománál szelet földdel, akkor megnő a szerelmi gerjedelem. Mennyi ideig maradunk itt? Kérdezi Margit Lajostól. Addig, amíg meg nem érkezik Alfonz és hitvese Janka, valamint a Marseille-ből, Toulouse-ból, Edge-ből és Szetéből kifutott csapatok. Nem akarok sokáig itt ragadni. A türelmetlenség nem akadályozza, hogy a király engedjen a bársonyos nyári éj csábításának, amikor forró illatok áradnak a kertek felől. Egyre gyakrabban keresi fel a királyné ágyát, és nem könnyen képes betartani az ima óráját sem. Iszik néhány kortyot az énekek énekében magasztalt, engádi szőlőkben termett testes borból, és bár józan marad, a parázs újra felízzik. Margit jól ismeri a lángot, amelyet ott lát most Lajos szemében, és amelyet csak fokoz a tenger halk mormolása, a hold erős fénye, a nyírkos levegő és a rózsaillat. Amikor Lajos a karjába veszi, élvezettel adja át magát gerjedelmének. Talán soha korábban nem volt ilyen heves az ölelése. Margit sem viszonozta még ilyen szenvedésen a közeledését. Első ízben támad az az érzése,
hogy megérti és átéli a trubadúrok dalainak rejtett értelmét, az érzékek felbojdulását, az eszméletvesztésig fokozódó gyönyört, amelyet a dalnokok oly ügyesen rejtenek bájos szavak mögé, ahogy úgy teszi most, aki esténként az ablakok alatt pengeti a húrokat. Egyébként úgy tűnik, a ciprusi hold a leghiggadtabb vérmérsékletűekre is hatást gyakorol. Egy őszi reggelen váratlanul Beatrix toppan be ragyogó arccal a királyné szobájába. Miféle csodálatos dolog történt, hogy ilyen napsugaras az arcod, húgocskám? Azt hiszem, gyermeket várok, súgja a fülébe a grófné. A ciprusi hold. Már néhány napja felfigyelt rá a királyné, hogy Beatrix kivirult. Mária fecsegésének köszönhetően tudomást szerzett arról, hogy anyja jó tanácsai szerint ápolja magát. Gyakran fürdik rózsaillatú vízben, testét keleti olajokkal dörzsöli, hogy bársonyos legyen a bőre. Egy szóval az ifjú grófné igyekszik csábos lenni és elragadni Károlyt a barátai köréből. Ha nem is sikerült teljesen eltéríteni a férjét a zajos összejövetelektől és a harci játékoktól, mégis jóval erősebben vonza, mint eddig valaha. Margit nagyon örül ennek, ugyanis gyakran látta a húgát frivol hírben álló ifjú ciprusi nők társaságában, és attól tartott, hogy esetleg kísértésbe esik, és utánozni kezdi őket. Igen sok semmittevő fiatal lovakkószál Limasszolban, akik csak az alkalmat várják a szép tevésre. Egyik nap rajta is kapta a palota kertjében Beatrixot, amint egy lovaggal társalog. Óvakodj a kísértéstől, húgocskám, figyelmeztette. Hála legyen az úrnak, Beatrix átadja magát a kísértésnek, de a törvényes férje karjaiban. Henrik ciprusi király határozottan lebeszéli Lajost arról, hogy ősszel szálljon tengerre Egyiptom felé, mivel akkor félelmetesek a viharok a földközi tengeren. Azért indultunk-e útnak, hogy kényelmesen üldögölhessünk, vagy hogy felszabadítsuk a Szentföldet? Kérdezi Lajos az embereihez fordulva. A szaracénok tudnak az expedícióról, és arra készülnek, hogy melegfogadtatásban részesítsenek bennünket, uram. Az ön csapatainak a létszáma pedig még nem teljes. A király elhalasztja a döntést. Nagy zavarba kerül, mert szükségét érzi, hogy megbeszélje a helyzetet Margittal, akit este lát viszont a hálószobában. Margit hosszú ingben fekszik az ágyon. Mária éppen nedves törölközőben legyezgeti, és most azon nyomban eltávozik. Melegebb van, mint otthon Aix-ban, mondja a királyné, és nem titkolja Lajos látogatása felett érzett örömét. Mindenki azt tanácsolja, hogy töltsük itt a telet, jelenti be minden köntörfalazás nélkül a király. A dolog sehogy sem tetszik így nekem. Miért olyan sürgős önnek, hogy tovább induljon, drága uram? Mindig azt hallottam atyámtól és mindenki mástól, aki csak ismeri a földközi tengert, hogy rendkívül veszélyes, különösen ősszel és télen. Ha reggel nyugodt és síma, néhány óra alatt képes őrjöngővé változni. Lajos fel-alá járkál a szobában, majd végig heveredik Margit mellett. Jövő tavasszal fogunk tovább indulni, mondja halkan suttogva. A ciprusi tartózkodás meghosszabbítása bizonyos óvintézkedések megtételével jár. Partra kell tenni valamennyi felszerelést, élelmiszert és hadianyagot, nehogy a hajók rakterében károsodjanak a nedvességtől. A boros hordókat egymásra állítják a parton, a gabonát és a zabot pedig a mezőkön halmozzák fel. A sziget éghajlata rendkívül kedves nyáron a szerelemnek, ősszel és télen viszont elromlik, a nyírkosságtól miazmákkal teli. Számos áldozatot szednek a lázas betegségek a keresztes vitézek között. Életét veszti Robert Bevói püspök, valamint Montfort, Vendôme és Dreux gróf, többen a nemes urak és a lovagok közül. Mindazonáltal a szerelmen kívül egyéb örömöt is tartogat a király számára a ciprusi tartózkodás. Lusignan Henrik és a kis szigetország legtöbb feudális ura csatlakozik a keresztesekhez, ami elégtételt jelent Lajosnak, és igazolja saját hitbuzgalmát. Karácsony előtt, advent idején pedig jól eső meglepetésben van része. Gülyük, a mongolok nagykánja, nyugat, ázsiai képviselőjének, Aigadiainak a követei érkeznek Ciprusra, és kihallgatást kérnek. A király szól Margitnak az eseményről, és arra kéri, legyen mellette, amikor fogadja őket. A királyné nem titkolja csodálkozását,
hogy felkérést kapott a részvételre egy hivatalos diplomáciai megbeszélésen. Ez a szerep a királyságban, ugyanis Blanka anyakirálynőjé. Feltétlenül azt kell érzékelniük, hogy nem egy expedíciós hadsereg vezére, hanem egy nagy királyság uralkodója fogadja őket a királyné és legjelentősebb főnemesei jelenlétében. Margitnak megelégedésére szolgál a helyzet, és el is töpreng azon, hogy Lajos talán nem csak az ágy örömeiért hozta magával, hanem láttatni kívánja keletre kiterjesztett fennhatóságának tartós voltát is. Erre mutat egyébként az a szándéka, hogy állandó települést hozzon létre. Akárhogy áll is a dolog, Lajos komolyan készül a nagy kán követeinek fogadására. A formaságokat figyelembe véve intézi a szervezést, így a limasszoli kastélyban tróntermet rendeztet be erre az alkalomra. Meghívja Eudes de Chateauroux legátust, a püspököket, a legfontosabb főnemeseket, a tolmácsi tisztség ellátására pedig felkéri Longzsumó András dominikánus szerzetest, aki beutazta már a tatárok földjét és beszéli a mongol nyelvet. Óriási érdeklődéssel várja mindenki a küldöttek megérkezését. Pompás öltözéket viselnek, hosszú prémkabát van rajtuk, fövegük vastagon bélelt, felül csúcsban végződő. Csodálkozást vált ki egész megjelenésük. Bőrük napbarnított, orruk erős és dús szakát viselnek, egészében a törökökre hasonlítanak. A kísérletüket alkotó 200 ember, akik a király fegyvereseinek vigyázó szeme előtt maradtak a palotán kívül, cseppet sem hasonlítanak rájuk. Az arcuk lapos, pofacsontjuk kiálló, hosszú bajuszuk lefelé görbül, a szakálluk pedig hegyes. Súlyos szemhéjuk alól élénken, bizalmatlanul pillantanak körbe. Páncélzatuk bőr és páncélink, sapkájuk alól fekete, olajozott hajtincsek csüngenek ki fésületlenül. Lovaik apró termetűek, fegyverzetüket íjak és széles szabják alkotják. A követek nem a tatárok fajtájából valók, Moszulból érkeztek, jelenti ki András atya, amikor a két küldött belép a terembe. Tisztelettudóan lehajtják fejüket, amint a trón felé közeledne, és mélyen meghajolnak Lajos előtt. A király nem veszi le róluk a szemét. Egyikük tolmácsolja a nagykán üdvözletét és jó kívánságait a nyugat nagy uralkodójának. Lajos udvariasan köszönetet mond, majd pár szóval üdvözli az érkezőket. Eközben Margit szerepének megfelelően méltóság teljesen ül a trónon, és kíváncsian vizsgálgatja a követeket. A prelátus és a főnemesek inkább ellenségesek, András atya pedig eleven beszélgetést folytat velük mosolyogva. Már találkoztam velük a nagykán udvarában. Ő Dávid, ő pedig Márk, magyarázza a dominikánus szerzetes. Valóban? Mindketten nesztoriánusok, uram. Vannak közülük néhányan, Gülyük nagykán környezetében. Nesztoriánus volt, Kadág a nagykán volt nevelője, Szinkai kancellár, valamint Gülyük néhány unokájának a hitvese. A király tudott róla, hogy vannak nesztoriánus keresztények a nagykán környezetében, így az a tény, hogy közülük választották ki a követeket, az ő kegyes jóindulatának az elnyerése érdekében történt. A királynéra vetett pillantása sejtetni engedi, hogy terveket forgat a fejébe. Megfogadja András atya tanácsát, és felkéri a követeket, kövessék a szomszédos helyiségbe, hogy ott folytassák a megbeszélést, immár bizalmasabb körülmények között. A tiszteletre méltó követek a következő üzenetet hozzák Franciaország királyának, hangzik András atya fordítása. A nagykám kijelenti, hajlandó segíteni Franciaország királyát, hogy megszabadítsa Jeruzsálemet a szaracénoktól, és így együtt állhatnak bosszút a szégyenért és a károkért, amelyeket a horezmi törökök okoztak keletkereszténységének. Javasolja, hogy egyesült erővel hódítsák meg az egész földet. A királyt némileg meglepi az utóbbi átfogó javaslat, de nem marad érzéketlen arra az ajánlatra, hogy egyesüljenek a hitetlenek ellen. Az egyik követ emlékeztet rá, hogy a mongol birodalommal szabadon fejlődhetnek a keresztény vallások, és Genghis Khan, a hatalom dicsőséges megalapítója, imádkozásuk fejében mentesítette a keresztény papokat az adófizetés alól. Egyben azt állítja, hogy Gülyük nagykán vízkereszt napján átért Krisztus hitére. A király azt válaszolja, hogy gondolkodni fog a javaslaton. Valójában igen elégedett a látogatással.
arra a következtetésre jut, hogy a tatárok ura úgy fordul hozzá, mint a nyugati kereszténységet képviselő uralkodóhoz. Ez olyan elismerést jelent, amely féltékenyé teheti Frigyes császár, aki saját magát vindikálja erre a szerepre. Lajos megosztja Margittal a helyzetből fakadó reményeit. És még azt hittem, hogy ezek a távoli ázsiai sztyeppékről érkező barbár lovagok Gog és Magog népeinek valamiféle újabb megtestesülései, és a sátán küldi őket az emberiség leigázására és a világ vége meghirdetésére. És nem beszélik-e azt is, hogy Nagy Sándor Kelet-Ázsia legtávolabbi részeire száműzte ezeket a gátlástalan gyilkosokat, ahol hatalmas falak mögé zárták őket, és csak azért jöttek elő, hogy megbüntessék a keresztényeket bűneiért? Most pedig tessék, itt vannak nálam, és szövetséget ajánlanak. Margitot boldoggá teszi, hogy Lajos beavatja a gondolataiba, és most első ízben politikai természetű kérdésről beszél vele, de ez nem homályosítja el a tisztánlátását. Legyen csak óvatos, drága uram, nem hiszek én ezeknek az embereknek az őszintességében. Az ábrázatuk rókára emlékeztet. Komolyan gondolja, hogy a nagykán áttért a keresztény hitre? Ez valóban meglepő. A kérdésre András atya szkeptikusan válaszol. Cseppet sem lehetünk biztosak benne, felség. A nesztoriánusok, különben is az egyházi szakadárok. Mondjon valamit a tatárok vallásáról. Hisznek egy istenségben, Istennek is nevezik, de nem imádkoznak hozzá, nem oszt bűnbocsánatot. Nem ajánlanak fel neki sem jó cselekedeteket, sem böjtölést. Náluk a paráznasság nem bűn, és a férfiak több feleséget tarthatnak. Ha az apa vagy egy férfi testvér meghal, a fivérnek feleségül kell vennie az elhunyt özvegyét. A gyilkosság nem halálos bűn, de ha valaki rajta felejti az ablát a legelő lovon, azért az életével fizet. Az mindenképpen elmondható, hogy rendkívül vendégszeretők. Végül is mit akarnak? Mit várnak tőlem? Olyan szövetséget akarnak, amely lehetővé tenné számukra, hogy megszabaduljanak az útjukon álló muzulmánoktól, és meghódítsák Ázsia egyéb részeit. Gőjük szeretne hasznot húzni a keresztények egyiptomi győzelméből. Hajlandó lenne támadást indítani Bagdad ellen, amikor ön megtámadja Egyiptomot. Azután pedig miért ne lehetne felosztani egymás között a szaracénoktól elfoglalt területeket? Az ajánlat csábító, de gyanakvóvá teszi a királyt egy olyan esemény, amely 2 évvel korábban történt. 1245 tavaszán Ince pápát nyugtalanította a mongolok előretörése a muzulmán vallású szultánságokban, ezért elküldte Plandekkárpen ferences rendi szerzetest, hogy puhatolja ki a nagykán valós szándékait. A válasz 1246 júliusában érkezett meg, és megdöbbenést váltott ki a keresztényekből. A nagykán előfeltételként azt követelte, hogy a pápa és a nyugat minden fejedelme hódoljon be neki. A néhány nesztoriánus leszámítva a tatárok valamennyien pogányok. Nincs olyan szilárdan intézményesült vallásuk, mint az iszlám. Miért ne próbálnánk meg hát a keresztény vallásra téríteni őket? A dominikánus szerzetes fejcsóvába válaszol. Ha megengedi, hogy elmondjam a véleményemet, felség, a szövetség elképzelhető bizonyos feltételek esetén. A kereszténység felvételére azonban ne nagyon számítsunk. Nagyon sok idő és erőfeszítés kellene hozzá. Igen, az idő. Mindig az idő. De miért is ne, ha bírjuk Isten segítségét? Amikor a király ismét fogadja a tatárok üzenethozóit, tudomásukra hozza, hogy rövidesen küldöttséget meneszt a nagykánhoz a válasszal. A mongolok megtérítésének a gondolata nem hagyja többé nyugodni a királyt, bármilyen képtelenségnek tűnik is. Frigyesnek nem sikerült a vérontás nélkül elérnie, hogy visszaszolgáltassák Jeruzsálemet és Krisztus sírját. Ő, Lajos, Franciaország királya még többet is elérhet. Nem csupán arra lehet képes, hogy visszaszerezze az elvesztett Szentföldet és visszaállítsa a régi jeruzsálemi királyságot, hanem ezen túlmenően Krisztushoz vezethetné a tévelygő lelkeket keleten, amely olyan kiterjedt, mint maga a föld. Hogy nekiláthasson tervének, úgy véli, nem szabad elutasítania a mongol kinyújtott kezét. Elhatározza, ajándékokat fog neki küldeni, mégpedig a szándékára utaló jelekkel zsúfoltam. Óriási, finom, vörös vászonból szőtt sátrat rendel egy ciprusi műhelyben. A sátor kápolna formájú,
és hímzett képek borítják. Az angyali üdvözlet, Jézus születése, megkeresztelése, a Golgota járás, a mennybe menetel és a Szentlélek eljövetele. Miért az angyali üdvözletet? Csodálkozik a királyné. Csak nem gondolja, hogy a tatárok megértik a kép jelentését. Nem kell semmit érteni, asszonyom, csak hinni kell. Segítik ebben a nagykánt a könyvek, a kelyhek és a miséhez szükséges valamennyi egyéb tartozék, amelyeket elküldök neki. Nehezen tudom elképzelni, rendkívül távol vannak tőlünk ezek az emberek. A király bosszus mozdulatot tesz. Az a véleményem, hogy könnyebb megtéríteni egy pogányt, mint egy szaracént, aki már mélyen hisz a prófétában, jelenti ki szárazon. Margit túlságosan jól ismeri a férjét ahhoz, hogy vitatkozni próbáljon vele. Amikor felröpen a fellegek közé, akár egy madár, lehetetlen visszahívni a földre. A király elküldi hát Longzsumó Andrást a tatárok földjére, hogy vigye el az ajándékokat a nagykánnak. Arra is utasítást ad neki, hogy misézzen a nagykánnak, és ismertesse meg vele a Szentírás legfontosabb részeit. A dominikánus 1249. január 27-én száll hajóra. Elkíséri őt testvére, Vilmos, aki beszél arabul, és még 4 szerzetes. Mennyi idő múlva fognak visszatérni? Érdeklődik Margit. Legkevesebb 1 év múlva, ha Isten is úgy akarja. Ha sikerrel járnak, ön féltékenyé fogja tenni Hohenstaufen Frigyest, kedves bátyám, vélekedik a dologról Anzsu Károly. Távol álljon tőlem ez a gondolat, csakis Isten dicsősége a fontos, nem az enyém. Akár fontos a királynak a saját dicsősége, akár nem, már most úgy viselkedik, mint a keresztények vezére. 600 íjászt küld antiokhiai Bohemond herceghez, akinek a területeit portyázó arab csapatok dúlják, fosztogatják. Fogadja Máriát, Konstantinápoly uralkodónőjét, aki a trónfosztott jeruzsálemi király, Brienne János leánya, és ugyancsak segítséget kér tőle. A hajó, amellyel Mária Ciprus felé igyekezett, elsüllyedt, a császárnő pedig egyszer ruhában és kabátban menekült meg. A király Joinville főnömest küldte érte, hogy Limasztolba hozza. Margit királynél szárnyai alá veszi Máriát, 1000 apró figyelmességgel halmozza el. Beatrix húgával együtt elbűvölten hallgatják Mária szavait a csodálatos bizánci palotákban folyó életről, de korábban is hallottak már sok mindent az utazóktól, Bizánc csillogásáról. A császárnő latinos hangzású észak-francia dialektusban beszél, amelyet velencei és görög kifejezésekkel vegyít. Beszéde mégis elég érthető ahhoz, hogy hitelesen idézze a kincsel teli tárlókat, az arany és ezüsttárgyak bőségét, az Indiában és Kínában szőtt sejmekből és brokádból készült ruhákat, a világ számos országából és valamennyi hercegségéből érkező fejedelmek, illetve birodalmi méltóságok és nagykövetek ünnepélyes fogadását. Szavai nagyságról szőtt álmokba ringatják a királynét és a grófnőt, bársonyos hangja mégsem elég meggyőző ahhoz, hogy megkapja a kért pénzügyi és katonai támogatást. Lajos király észszerűen gondolkodik, nem kíván támogatást nyújtani egy eleve elveszettnek ítélt ügyhöz, éppen olyan időszakban, amikor a rendelkezésére álló valamennyi eszközt az Egyiptom elleni hadműveletre kell összpontosítania. Krisztus születésének ünneplése elhomályosítja a ciprusi hold nyugalmat sugárzó fényét, mivel kíméletlenül emlékezteti Margitot és Beatrixot, hogy már 6 hónapja elváltak gyermekeiktől. Tudják a híradásokból, hogy a gyermekek jó egészségnek örvendenek, hiányuk azonban egyre nyomasztóbban hat az anyákra. Napjaik a téli időszakban kedélytelenek, és ők egyre türelmetlenebbek. Még nagyobb aggodalommal tekintenek az Egyiptomba indulás elé, amikor a tavasz közelettével már készülődik a keresztes hadsereg. A hosszas tétlenség miatt valamelyes megcsappant az emberek harci kedve, akik a hit iránti lelkesedéstől vezérelve indultak el otthonukból. Kis Franciaországgá változtatták a szigetet, meg egy új Capuává is, ahol gomba módra elszaporodtak a bordélyházak és az italmérések, elszívva erejüket, pénzüket és egészségüket. A király kénytelen szigorú fegyelmi rendszabályokat foganatosítani, és felújítja a harci gyakorlatokat. Váratlan nehézségek támadnak a szállítás területén,
fegyveres utcai csatapatékba torkolló heves ellentétek robbannak ki a genovaiak és a pízaiak között. Emiatt a genovaiak nem hajlandók elküldeni a megígért hajókat egészen addig, amíg fegyvernyugvásra nem jutnak Ibelin János, Arzuf urak közbenjárásának köszönhetően. Ezután a velenceiek próbálkoznak meg azzal, hogy lebeszéljék a királyt az egyiptomi partra szállásról. Attól félnek, hogy a háború kárára lesz üzleti tevékenységüknek, bezárhatják alexandriai lerakataikat, és kérdésessé válhatnak a szultánnal kötött kereskedelmi szerződéseik. Még súlyosabb gond a francia származású szíriaiak és ciprusiak óckodása, akiket a köznyelv csikóknak nevez. Ők a Palesztinában letelepedett volt keresztesek és templomos lovagok leszármazottai, és teljesen átvették a keleti népek szokásait, így általában elutasítják az erő alkalmazását. Felkeresik a királyt, hogy rávegyék, próbálkozzék először diplomáciai módszerekkel. Guillaume de Zonac és Renaud de Vichier, a templomos rend nagymestere, illetve marsalja, arról tájékoztatják a királyt, hogy Egyiptom egyik emírje hajlandó titkos tárgyalásokat kezdeni. A király véleményt kér a főnemesektől, akik nem akarnak tárgyalni. Csak megvetést éreznek a keletiekké vedlett csikók iránt, akik állandóan intrikán törik a fejüket. Titkos tárgyalások, ez csak csapda lehet, kiárt fel Artoaz Robert. A szaracénok időt akarnak nyerni, mert félnek tőlünk. Csak az erő nyelvén lehet beszélni velük. Ha tárgyalunk, azt a gyengeség jelének fogják fel, tolja meg Anjou Károly. A király osztja véleményüket. A templomos és a jótékonykodó rend méltósága is szeretnék, ha a király megváltoztatná a véleményét, ezért elmondják neki, hogy milyen összetűzések vannak a hitetlenek között. Így például Belvisai Dúl az Ayub családban, amelynek a kezében összpontosul a legfőbb hatalom Egyiptomban. Ők egyébként már tárgyaltak saját kezdeményezésükre Ayubbal, az ország szultánjával. A király ezt hallva égtelen haragra gerjed, és megparancsolja, hogy vessenek véget üzelmeiknek. Hallani sem akarok arról, hogy a hátam mögött fondorkodjanak, ne bocsátkozzanak semmiféle gyanús tevékenységbe. Az incidens híre eljut Margit fülébe is, aki meglepődik a király dühöngése miatt. Jó uram, ön olyan békés természetű, miért utasít hát el minden megegyezési lehetőséget, és miért választja inkább a kardot? Hogyan szerzett tudomást a dologról? Kérdezi felcsattanva a király. Mindenki erről beszél a palotában, jól lehetett hallani az ön kiaválását. Tudja meg hát, hogy csak akkor lehet komoly, eredményes tárgyalást folytatni, és ez a szaracénokra különösen vonatkozik, ha van valami kényszerítő ellentétel a birtokunkban. Jelenleg semmi ilyesmivel nem rendelkezünk. Önnek bizonyára igaza van, mint mindig. De hát annak idején nem tárgyalások útján sikerült a Frigyes császárnak elérnie, hogy Jeruzsálemet és Krisztus sírját visszaszolgáltassák? Az eset felidézése teljesen kiborítja a királyt. Ne beszéljen olyasmiről, amiről fogalma sincs. Ayub apja, Kamil szultán, értelmes fiatal herceg volt. Frigyes császár megpróbálkozhatott volna akár a megtérítésével is. Ayub viszont megveszekedett vadállat, nem ismer se hitet, se törvényt. Sok emírt megöletett vagy vízbe folytatott, köztük a saját testvérét is. Nem és nem. Lehetetlen szót váltani egy ilyen gonosz emberrel. Ő csak a szabják nyelvét érti. Margitnak erre nincs válasza. Szótlanul, aggodalommal telve figyeli tovább a hadjárat előkészületeit. Az 1249-es év március havának végén Róbert jeruzsálemi pátriárka, Ibelin Jaffa János gróf és Geoffrey de Saginest Ciprusba hozza azokat a hajókat, amelyeket a genovaiaktól béreltek Akrában. Berakodják a hajókba az ellátmányt, élelmiszert, húst és bort. Ki tudja, talán a rossz előérzet, az idegesség, vagy valamilyen pszichológiai tényező az oka annak, hogy Beatrix idő előtt hozza a világra gyermekét, aki nem él tovább egy hétnél. Beatrix kétségbe esik, és kéri, hogy visszatérhessen Provence-ba. Károlyt is jobban megviseli a dolog, mint mutatja, és csak annyit mond, tegyen úgy, asszonyom, ahogy óhajtja. Szavai olyan mély szomorúsággal hangzanak, hogy Beatrix közli. Önnel maradok. Május 13-án felsorakozik a flotta Limassolban. A pünkösdöt megelőző pénteki napon a király
parancsot ad az indulásra. Másnap, szombat hajnalban felhangzanak a vezényszavak. A flotta a királyi hajóval az élen elindul a kikötőből, és dél felé veszi az irányt. A Mondjoy órában állva, a király széles mozdulattal mutatja a királynénak a 120 tengeri járművet, a hajókat, bárkákat és a kísérő gályákat, amelyekhez számtalan kisebb rakodókapacitású vagy laposfenekű egység csatlakozik, és kibontott, szélduzzasztott a vitorláikkal elborítják a tenger felszínét. Hát nem rendkívüli látvány, asszonyom, kiált fel lelkesen. Nem érzi-e, hogy Isten fújja, hajtja előre ezeket a hajókat egészen a hitetlenek földjéig? Válaszképpen Margit megragadja Lajos kezét, és erősen megszorítja, mint egy támogatását és egyetértését fejezve ki. Feltűnik mögötte Beatrix, akinek sikerült kieszközölnie, hogy a nővérével együtt utazzék. Beatrix elgondolkozva áll ott, egymagában, miközben Károly valahol másutt tartózkodik lovak cimborái társaságában. Pünkös napján a hajóhad még a ciprusi partok mentén halad. A király horgonyt vettet a Limassoli félsziget csücskénél, és partra száll, hogy részt vegyen a misén. Keresztes vitézek talán soha nem imádkoztak még ekkora hittel, minden gondolatuk a Szentföld felszabadítására vállalkozó korábbi keresztesek felé száll. A vallási buzgalmat csak fokozza, hogy ez az egyetlen módja annak, hogy az ismeretlenbe indulás szorongató érzését elfolytassák. Mások elbeszéléséből tudják, hogy ez az ismeretlen dicsfényt jelent, de egyszer s mint emberáldozatot is.